Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól lát, jól hall az interneten keresztül. És milyen jó, hogy tele vagyok monitorra, és egy csomóan fönn vannak Skype-on is. Ami azt jelenti, hogy a monitorokon keresztül látom a Skype-on az élő embereket, tehát nem ugye csak úgy a falnak beszélek, meg ugye az is fontos, hogy jelen van a családom. Na nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk. Hoppá, egy pillanat, mert nem jó gombot nyomtam. Oké, visszajött. Oké. Na nézzük akkor. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és képességeket, gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet- és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön, mint elhangzott már, 2035-re aranykor lehessen. Na most ezt az egészet miért is csináljuk? Gyorsan nézzük meg. Ugye eredendően azért is csináljuk, mert én nekem volt egy látomásom, egy álombéli látomás, ahol megbíztak azzal, hogy ezt a feladatot beteljesítsük a csapatommal, bizonyára azért, mert ugye már akkor több piacvezetői pozíciót elfoglaltunk különböző területeken, és ugye úgy végeztem a tevékenységemet, hogy megpróbáltam mindig ugye az etikai szabályoknak megfelelően működni, illetve elég magas etikával rendelkeztem gyerekkortól például. Most mondok csak egy példát, hogy értsétek, mit tudom én mondjuk, ha, tehát ilyen kisebb csíntevésekben mondjuk a tanárokkal szemben benne voltam, de amikor már azt láttam, hogy ilyen nagyobb csíntevést csináltak a tanárral szemben, akkor szóltam a tanárnak. És ez nem besúgás, hanem egyszerűen nem fér bele már az etikámba az, hogy egy nagyobb csíntevést esetén ne szóljak a tanárnak. Ez nem tetszett a gyerekeknek, az osztálytársak közül ugye többnek, de mivel fizikailag nem voltam egy gyenge gyerek, ezért hála Istennek simán megvédtem magam. Tehát ami azt jelenti, hogy sokat nem tudtak velem kezdeni. Jó, tehát lényeg az, hogy, és ez például végig kísért, hogy rengeteget kellett verekedni, például azért, gyerekkoromban verekednem, például azért, mert kötözködtek a kisebbekkel bizonyos fiúk, és én meg a kisebbeknek a pártjára álltam. Ezért gyakorlatilag az általános és középiskolát azt végigverekedtem. De elsősorban azért, mert az igazság mellett kiálltam, és hát emiatt még a seregben is szívtam, ami azt jelenti, hogy ugye az egyharmada a 160-nak az olyan 50-valahány fő, annyi volt az újonc, és piszkosul szivatták az újoncokat. Az öregek elsősorban természetesen, és akkor volt egy századgyűlés, én meg kiálltam a század elé, és elmondtam, hogy hogyan szivatják az öregeket, vagyis a fiatalokat, az újoncokat az öregek. Na természetesen ezért rögtön nem voltam szimpatikus az öregeknek, főleg azoknak, akik mondjuk minket szivattak éppen. De lényeg az, hogy
ezáltal ugye mi volt, ami miatt megszivattak, hogy ugye a hazamenetelben nem nagyon tudtak korlátozni, de abba tudtak korlátozni, hogy nekem minden este dolgom volt a konyhán. És mit tudom én, töménytelen mennyiségű krumplit kellett pucolnom. Szóval lényeg az, hogy annyiból viszont jó volt a konyha, hogy nem éheztem. Mert még másoknak ki volt adagolva a kaja, én meg annyit ettem, amennyit akartam. Szóval lényeg az, hogy volt jó oldala is, de az biztos, hogy még alkalmazotti létemben is szívtam azért, mert kiálltam az igazság mellett. És nem csak az alkalmazotti létemben szívtam ezért, hanem még a vállalkozói létemben, sőt a cégtulajdonosi, elsősorban a cégtulajdonosi létemben is szívtam azért, mert én jobb akartam lenni, mint más, főleg abban jobb, hogy például mondjuk, mikor pénzintézet vezető voltam, akkor a törvény előírásai szerint ugye sikerült azt elérni, hogy mi több pénzt, tehát több hozamot tudjunk nyújtani, mint a többiek, és nagyobb növekedést tudjunk produkálni, mint a többiek, és ez nyilván csípte a szemét a konkurenciának teljes egészében, meg hát természetesen másoknak is, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye valószínű ezért, ezekért is kaptam azt, hogy az én szervezetemmel ezt meg lehet csinálni, mit az aranykort, és ugye ennek két lépcsője van az aranykornak, tehát illetve menjünk egy kicsit vissza, ugye senki nem gondolja komolyan azt, hogy ugye két szempontból nézve, tehát egyik szempont az, hogy ugye már ki ide leszületett, és ugye senki nem gondolja azt, hogy nem küld, tehát hogy bárki úgy született le, hogy küldetés nélkül. Tehát ugye ezt senki nem gondolhatja komolyan. Tudom, hogy ezt sokan komolyan gondolják, hogy ő nem küldetéssel született, de én meg azt mondom, hogy nem gondolhatja az ember, hogy küldetés nélkül született, mert ha valaki ezt gondolja, akkor úgy megszívja, mint a boci. Ezt csak úgy mondanám az életében. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ugye meg senki nem gondolhatja azt, hogy annak, amit ebben az életben teszünk, annak ebben az életben, és de inkább úgy mondanám, hogy azután, amikor megtettük, annak nem lesz következménye. Az a következmény, ha jót tettünk, akkor ugye van is egy ilyen mondás, hogy jót tett helyében jót várj, de az azt jelenti, hogy ha az ember rosszat tett, akkor úgy is lehetne mondani, hogy a rossz tett helyében rosszat várj. Csak sajnos ez nincs benne mondásként a köznyelvben, pedig benne kellene lennie. És ott kezdődik, ugye, hogy sok ember azt gondolja, hogy ő milyen fantasztikusan jó ember. És akkor úgy megkérdezném, akik úgy gondolják magukról, hogy ők milyen fantasztikus jó emberek, hogy mit tettél már az emberekért. Jó, tehát mit tettél? És ha végig gondolod, mit mulasztottál el, amit megtettél volna? Tehát én elkezdtem 91-től tenni az emberekért, és azóta gyakorlatilag megszakítás nélkül csinálom ezt. És hála Istennek, saját magam több tízezer embernek segítettem, közvetlenül a csapatommal, az én vezetésemmel pedig több százezer embernek, mint ez elhangzott. Tehát lényeg az, hogy elmúlt az a világ, hogy az ember azt gondolja, hogy úgy élhet, mint amit lát a nagy többség esetén, vagy a környezetében inkább úgy gondolom. Tehát mit értek ezen? Tehát gondold végig, hogyha
megnézed a szüleidnél, vajon a szüleidnek mi volt az életüknek az értelme. Tehát valószínű, hogy a legtöbb ember ismeri a szüleit régről. Mert ugye a legtöbb ember nem úgy született, hogy a szülei azok ott hagyták. Tehát a legtöbb ember az ismeri a szüleit évtizedek óta. És lehet, hogy még a szüleid most is élnek. Csak úgy kérdezném, hogy szerinted a szüleidnek mi volt az életük értelme? De úgy nézd ebből a szempontból, mint embereket. Nem mint élő lényeket. Mert az élő lényeknek, ha megnézed, mi az életük célja, hát az, hogy szaporodjon. Nem? Tehát ami azt jelenti, hogy a faj fennmaradását biztosítsa. Nem? Gyakorlatilag ennyi. És ennek alárendeli az életét. Teljes egészében, hogy a faj fennmaradását biztosítsa. Tehát ez a gyakorlatilag a legtöbb élő lénynek a idézőjelben az élet célja. Tehát ne ebből a szempontból nézd, mert te több vagy, mint egy élő lény, mert te egy értelmes ember vagy. És a környezetedben is értelmes emberek élnek, és mégis max ennyi a céljuk, hogy a faj fennmaradását biztosítsák. Bár most már fogyasztói társadalom van, és a fogyasztói társadalomban kitalálták, hogy azon felül, hogy a faj fennmaradását biztosítsad, hát legyen még anyagi természetű céljaid. Legyenek még anyagi természetű céljaid. És lehetőleg minél több anyagi természetű célod legyen. De azon túlmenően, ugye sok olyan ember van, aki szeret pihenni. És akkor kitalálták azt, hogy legyenek az embereknek olyan céljaik is, ami a pihenés segíti elő. Tehát az azt jelenti, hogy rengeteg szálláshely lett, ahhoz képest, amennyi volt mondjuk 40 évvel ezelőtt, ahhoz képest most sokszoros a szálláshely van, csak Magyarországon, de a világon egyaránt. És ugye egyre luxusabb szálláshelyek vannak. Tehát régen, mit tudom én mondjuk, egy olyan szálloda, ami most 3 csillagos, de inkább mondjuk, hogy 4 csillagos, tehát régen 4 csillagos, hát az most már a fasorban nem lenne. Érted? Mert az a szolgáltatás, az már nudli a mai igényeknek megfelelően. Tehát lett egy olyan korszak, nyugaton már, milyen nyugaton, az USA-ban a 20-as évektől, illetve a 30-as évektől pontosabban, majd Európában, Nyugat-Európában az 50-es évektől, majd Magyarországon a 90-es évektől, lett egy olyan, hogy ne a valóság legyen az igényed, hanem a valóságnál sokkal több. Akkor az mit értek ezen, hogy értsétek? Az azt jelenti, hogy olyan igényed legyen, ami túlnő a képességeiden vagy a lehetőségeiden. Tehát a jelenlegi képességeiden vagy jelenlegi lehetőségeiden. Ezzel kapcsolatban csak egy baj van, hogy ha olyan célod van, amit nehezen valósítasz meg, vagy egyáltalán nem tudsz megvalósítani, akkor az óriási mértékű frusztrációt okoz az emberben. Ami annyit jelent,
hogy ezt sikerült elérni az embereknél, hogy akár olyan célokat tűzzenek ki, ami megvalósíthatatlan. Most gondold végig, ez statisztikai adat, amit fogok mondani. Illetve ez az első, ez nem, ez inkább gondolkoz, hogy 100-ból hány ember akar most itt a nyugati társadalomban gazdag lenni, illetve mondjuk az elmúlt 20-30 évben hány ember fejében fogalmazódott meg az, hogy ő szeretne gazdag lenni. Ez biztos, hogy nem a kisebbség. Ez tuti, hogy a többség. Méghozzá lehet azt mondani, hogy akár a túlnyomó többség fejében ez megfogalmazódott. Na most ehhez képest a statisztikák szerint 100-ból 3 lesz anyagilag független, mindössze, tehát nem gazdag, hanem anyagilag független, és abból a 3-ból 1 lesz gazdag. Tehát 100-ból. Ami azt jelenti, hogyha mondjuk, mit tudom, óvatos becslésre azt mondom, hogy 70% fejében a nyugati társadalomban megfogalmazódott, itt a fogyasztói társadalomban, mert mindenütt ott fogalmazódik el ez meg, ahol már fogyasztói társadalom van. Tehát a szocializmusban az emberek fejében nem fogalmazódott meg olyan, hogy ő gazdag akar lenni. Magyarul, ha nem ért el, nem érte csalódás. Oké? Okay? De most a fogyasztói társadalomban, és már nem csak a nyugati társadalomban van fogyasztói társadalom, hanem már más országokban is van fogyasztói társadalom, tehát nem csak a nyugati társadalomról beszélünk, tehát mindenütt, ahol fogyasztói társadalom van, elérték, hogy az emberek fejében megfogalmazódjon az, hogy ő gazdag akar lenni. Vagy gazdag szeretne lenni, mindegy. Na most ehhez képest még egyszer mondom, 100-ból 1 lesz gazdag, és 2 anyagilag független. Az anyagi független az nem azt jelenti, hogy gazdag, hanem az, hogy nincs anyagi függősége. Na most akkor onnantól kezdve, ha mondjuk 100-ból 70 fejében megfogalmazódott, és ez mondom óvatos becslés, és 1 lesz gazdag, akkor 69 csalódott. És azt mondja, hogy akkor mivel nem lettem az, akkor mi lettem? És nézd meg a legtöbb embert, nézd meg, ahogy korosodnak, úgy romlik a hangulatuk. De én visszaemlékszem a gyerekkoromra, a nagyapám 74-ben halt meg. Akkor 5 éves volt, vagy mennyi. Tehát 74-ben halt meg, abszolút szocializmus volt. És én nem láttam gyerekkorom, akkor voltam 13 éves, én nem láttam, hogy romlott volna a hangulata, csak az utolsó 3 vagy 4 hónapban, tehát a halála előtti 3-4 hónapban. Tehát gondold végig, ez úgy működik, hogy kitűzöd, tehát biztatnak arra, hogy tűzzél ki célokat. Miért? Mert fogyasztói társadalom van. Érted? Mivel biztatnak, hogy tűzzél ki célokat? Elsősorban a reklám. Média. Tele van reklámmal a világ. Oké? Okay? Főleg ugye a fogyasztói társadalmak, és a reklám az buzdítja az embereket a fogyasztásra. Ami azt jelenti, hogy valaki meglát többször bizonyos reklámot, és akkor kedvet kap hozzá, nekem is kell. Majd mi fog történni?
az fog történni, hogy kitűzi célként, és próbálja elérni. Ugye két dolog szokott lenni. Az egyik az, hogy dolgozik érte, hogy elérje. A másik az, hogy utólag dolgozik érte, azért, amit már megkapott. Miért? Mert ugye fölvesz hitelt. Tehát fölvesz hitelt. Igen ám, de ugye az embernek ez általában nem elég. Ráadásul ezek a termékek úgy vannak megcsinálva, hogy ne legyen túl hosszú az élettartamuk. Ezért, nem csak ezért, hogy ne legyen túl hosszú az élettartamuk, hogy hamar elromlik, hanem azért is, mert ugye elavul a technológiai fejlődéshez képest, nagyon gyorsan elavulnak a termékek. Mondok példát. Egy autó régen, ha valaki erre visszaemlékszik, hány évig volt ugyanaz az autó forgalmazva? Hány évig gyártották ugyanazt az autót? Nagyon pici módosításokkal. Tehát például a bogár Volkswagenből eladtak 16 milliót, úgyhogy alig változtattak rajta. 16 milliót. És megszüntették a 70-es években, és kezdték gyártani a 40-es években. Ami azt jelenti, hogy 30 évig gyártották. Mondom, alig módosítottak rajta. Ahogy jövünk a ma felé, ugye annál inkább látjuk, hogy az autókat egyre rövidebb idő alatt felújítja a gyár. Tehát ami azt jelenti, hogy jó esetben ráncfelvarrásnak hívják, rosszabb esetben fogja, és új sorozat, kész. Tehát már nem ráncfelvallás, hanem akár új nevet is ad neki. Vagy azt mondja, hogy ez mit tudom én, a 4-es, vagy 5-ös, vagy 6-os, vagy akárhányas sorozat. Tehát lényeg az, hogy, és ezt milyen időközönként megcsinálják már. Tehát egy autót, ha egy gyár mondjuk 4-5 éven belül nem csinál ráncfelvarrást, tehát nem módosít azon az autótípuson, akkor már lemarad a többihez képest. És ha nem cseréli magát a típust egy újabb típusra, mondjuk 6-7 éven belül, vagy max. 8 éven belül, de az már ritka, hogy 8 év, akkor már lemarad a többihez képest. Na most ez mit eredményez? Ez nem technikai fejlődés, ezt úgy hívják, hogy őrület. Tehát ha végig gondolod, amikor megvetted mondjuk az első Ladádat, lehet, hogy jobban örültél neki, mint a legújabb Mercedesednek. Oké? Okay? Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag elérték az embereknél, hogy mindent minél hamarabb lecseréljenek. Nem feltétlenül azért, mert az rossz. Tehát például a mostani autók, azok sokkal kevésbé rozsdásodnak, mint mondjuk a szocializmusban lévő autók. És azok pár év alatt kirukadtak, szó szerint a karosszériájuk. Ezek meg, ha nem töri össze az ember, simán bírja 20 évet. Úgyhogy nem rozsdásodik. Tehát, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül hamarabb
romlik el, mármint hogy döglik be teljesen az autó. Mert egy autó, ha szétrohad, akkor az mondhatjuk azt, hogy bedöglött. Akkor egy autónak a motorjával el lehetett járni 150 ezer kilométert, és vagy kidobtad, vagy felújítottad. Most el lehet venni kétszer-háromszor annyit. Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal tovább lehetne használni az autókat, mint régen, mondjuk a szocializmus idején, de ez érvényes a nyugati autókra is. Hát gondold végig, hogy mit tudom én, az olasz autók milyen hamar szétrohadtak. Tehát gyakorlatilag pár év alatt. Na most végignézzük ezeket a dolgokat, akkor azt látod, hogy nem avval van gond, hogy valami esetleg nem tartós, vagy nem elég tartós, hanem azzal van gond, hogy már a legtöbb ember számára elavultnak tűnik. És hát nem tart lépést a technológia fejlődésével. Hát erre jó csúnya gondolatok támadtak bennem, csak nem akarom ezeket a jó csúnya gondolatokat kifejezni ezzel kapcsolatban, hogy mit csinálnak ezzel az egésszel. Na mindegy, lényeg az, hogy gondold végig, egy olyan világba érkeztünk, ahol az emberek olyan célokat tűznek ki, ami vagy anyagi természetű, vagy hát ilyen pihenés természetű. Tehát pihenés. Na most, akkor nézzük meg, hogy mi lesz azokkal, akiktől ezeket elvették. Nincs pihenés természetű cél, pihenj otthon. Van már csak. Hát az meg nagyon pénzbe nem kerül. Egy, kettő. Ugye ott vannak az anyagi természetű célok. Igen. De mi lesz azokkal, azokkal az iparágakkal, amit most így egy tolvonással leállítottak. És nyilván nem az iparág a gond, hanem mi lesz az ott dolgozókkal. Tehát honnan lesz olyan jövedelmük, amiből az anyagi természetű célokat megvalósítják. Persze az ember bizakodó, és a remény hal meg utoljára, ugye ezt is szokták mondani, és hát ugye bíznak abban, hogy hát majd minden visszaáll a régi kerékvágásba. Igaz, hogy eredendően azt mondták, hogy ez 2 hét. Egy évvel ezelőtt. És igaz, hogy azóta 27-szer 2, vagy 28-szor 2 hét telt el már, 29-szer 2 hét telt el, és mégse állt vissza minden a régi kerékvágásba. Nem veszed észre, hogy a 2 hétből azt mondja már 56 hét eltelt. 56. Érted? Nem veszed észre? Tehát te elhiszed, hogy visszaállás lesz? Visszarendeződés lesz? Visszaáll minden az eredeti állapotába? Főleg úgy elhiszed, hogy mit tudom, itt a magyarországi jogszabályok, amik most vannak, azok május 23-ig érvényesek? Na most gondold végig, most mi lesz? Mi lesz azokkal, akik előbb-utóbb ráeszmélnek, mert rá fognak eszmélni, hogy elvették tőlük a célokat. Mert egész életükben
az ilyen típusú célokat hajszolták. Persze, mondjuk, aki éppen gyereket nevel, annak ott van a gyereknevelés, mint cél. De ugye azoktól is esetleg kérdezem, hogyha mondjuk mind a ketten olyan üzletágba dolgoztak, ami alól kihúzták a szőnyeget, akkor azok most mit csinálnak? Azok mit csinálnak? Mert biztos, hogy vannak ilyen családok, az hód biztos. És akkor ugye azt mondja, hogy hát majd átképzem magam. Aha, hol? Most hol képzed át magad? Hát az összes ilyen jellegű dolgot így egyik napra másikra megállították. Hogy képzed át magad? Hogy a manóba? Gondold végig. Tehát egy olyan világba jutottunk, ahol az embernek kicsit gondolkodnia kellene a saját céljaival kapcsolatban. Tehát gondold végig, egy embernek alapvetően, tehát minden ember úgy születik le, hogy alapvetően van egy nagy küldetése, és azon belül vannak azok a dolgok, amit meg kell tanulnia, meg kell valósítania, meg kell tapasztalnia, stb. Stb. Tehát van egy küldetése. Nem kettő, három, négy, egy. És mondom, ez egy nagy küldetés, és ebbe a nagy küldetésbe nem tartozik bele a szaporodás. Érdekes mód. Nem tartozik bele az anyagi természetű célok megvalósítása. Nem tartozik bele a pihenéssel kapcsolatos célok. Érdekes módon nem tartoznak bele. És mindenkinél kideríthető, hogy mi ez a nagy küldetés. Hát főleg, ha itt tanul, nálunk, akkor könnyen ki tudja deríteni. Én bárkinél kiderítem mondjuk 10 perc alatt. Na most nézzük tovább. Tehát most gondold végig, hogy mi lesz azokkal, akiknek szépen húzogatják ki azokat a célokat a listájukról, ugye maga ez a jelenlegi világ húzogatja ki a listájukról azokat a célokat, amik eddig az életében működtek. Tehát az ember úgy működik, hogyha nincsen célja, akkor meghal. Tehát egy ember addig él, míg van legalább egy célja, amit meg akar valósítani. De ugye az a normális, hogyha az embernek nem csak egy célja van, hanem több. Tehát küldetés az egy van. Cél az lehet sok. Ne keverjük össze a küldetést a céllal. Na most, a küldetés az soha nem fizikai alapú. A küldetés az mindig szellemi, illetve lelki alapú. Mindig. Na most, tehát a cél az lehet fizikai alapú, anyagi alapú, de egy küldetés sosem az. Tehát, ha egy embernek nincs szellemi, illetve lelki küldetése, mármint úgy értve, hogy nem tud róla, hogy neki lenne. Mert nem is akar tudni róla. Mert csak azért nem tud róla, mert nem is akar tudni róla. Akkor maradnak a célok. De mi van akkor, hogyha ezeket a célokat nem engedik, hogy megvalósíts? Márpedig e felé megyünk.
hogy egyre kevesebb célt engednek az embereknek megvalósítani. És nagyon érdekes, mert a küldetésedet nem tudják korlátozni, de a céljaidat tudják. Érted? Na most gondold végig, hogy tudom én, mindenki hallotta már azt a nevet, hogy Buddha. Tehát Buddha annak révén jutott el a küldetése megismeréséhez, hogy egyszerűen leült, ugye Buddha ülés, tehát leült, és elkezdett meditálni. És ezt hosszú ideig csinálta. Nagyon hosszú ideig. Addig, míg nem érte el a megvilágosodást. És ez évekbe tellett neki. Hát évekbe. Na most. Ami annyit jelent, hogy értsétek, hogy gyakorlatilag az a személy, akinek van küldetése, és Buddha is rájött a saját küldetésére 2500 évvel ezelőtt, onnantól kezdve nem a célokkal foglalkozott, hanem a küldetésének a megvalósításával. Érted? Na most, de ez neki mi kellett? Tehát ő egy herceg volt, tele vagyonnal. Dúskált az anyagiakban. Mi kellett ahhoz, hogy ezt elérje? Nem az anyagiak kellettek, anyagival ezt nem tudta elérni. Elérte a szellemiség elérésével. Tehát addig csinálta, míg nem jutott el oda, hogy képessé vált arra, hogy a szellemi képességeit és energiáit használja, alárendelve ennek a fizikai képességeit. Most, ha megnézed, a legtöbb ember a szellemi energiáit rendeli alá a fizikai képességeinek. Sőt, mondhatjuk azt, hogy már nagyon sok embernek még szellemi energiája sincs. Tehát olyan, mintha nem is tudnának gondolkodni. Tehát ha az ember gondolkodik, akkor utána néz dolgoknak. Ha az ember nem gondolkodik, akkor elhisz mindent. Tehát én azt látom, hogy a legtöbb ember nem néz utána semminek. Semminek. Elhisznek bármit. De szó szerint értsd. Tehát lényeg az, hogy itt az a fő gond, hogy az emberektől elveszik a célokat. Csak ezt még nem látod, hogy a te céljaidat is szépen veszik el. És tudod, miért veszik el? Mert anyagi természetű, vagy pihenés természetű a célod. Tehát, mert olyan céljaid vannak, amihez anyagiak kellenek. Tehát a pihenéshez is. Ha nem otthon pihensz, anyagiak kellenek. Érted? Tehát azokat a célokat veszik el most az emberektől, ami ahhoz kötődik, hogy te fizess érte. Érted? Na most... Ha az ember
nem gondolja át ezeket a dolgokat, és nem gondolja át az élete értelmét, nem gondolja át, hogy vajon mi lehet a küldetésem, amit ugye pillanatok alatt ki lehet deríteni, akkor szépen elveszik a célokat, és az emberek gyorsan kikötnek a temetőben. Nem mint látogató, hanem mint bentlakó. Tehát az azt jelenti, hogy gondold végig, még egyszer mondom, amit az imént mondtam, az emberek addig élnek, amíg céljaik vannak. De a cél azt tudod, mit szolgál? Egy annál nagyobb cél megvalósítását, amit úgy hívnak, hogy küldetés. És ha körülnézel, az emberek nem úgy valósítják meg a céljaikat, hogy egy nagyobb cél érdekében. Egyáltalán nem. Na most nézzük meg a mi esetünkben a nagyobb célt, amiről az imént beszéltem. Mit jelent az, hogy aranykor? Az aranykor egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek, és képesek a szeretetteli, úgy is lehetne mondani, hogy feltétel nélküli együttműködésre. És ez azt jelenti, hogy egy olyan társadalom, ahol nincs elnyomás. És minden olyan dolog hiányzik, ami az elnyomást szolgálja. Jó? Mert ami, bármi, ami az elnyomást szolgálja, az létre tudja hozni az elnyomást. Világos ez? Na most erre csak annyit mondanék, hogy a pénz kiváló eszköz az elnyomásra, mint meggyőződtél róla. És sok minden más kiváló eszköz az elnyomásra. Például a hatalom kiváló eszköz az elnyomásra. Például a nagy vagyon kiváló eszköz az elnyomásra. Stb. Stb. Tehát minden olyan dolog, az megszűnik az aranykorban, ami az elnyomást tudja szolgálni. Sőt, az aranykorban csak azok kerülhetnek be, akik képesek a szociális működésre. Akik az antiszociális működésre képesek, azok nem jutnak be. Ezen a bolygón aranykornak kell lenni, és nincs más választás. Akik mást választanak, azok nem élik meg az aranykort, de jó, ha tudjuk, hogy nem egy életünk volt, van és lesz. Ami azt jelenti, hogy a lélek szempontjából egy életünk van, de a testünk szempontjából számos vagy számtalan, hiszen a legrégebbi lélek, vagy a legfiatalabb lélek is, hát legalább másfél millió éves. Ami annyit jelent, hogy lélek szempontjából egy életünk van, ugye, amit az imént említettem, testünk szempontjából azt gondolja az ember, hogy ugye a lélek és a test az egy tőről fakad, vagy valami ilyesmit gondolnak egyesek, vagy a legtöbb ember. És a testtel a lélek meghal, és a test meghalálával nem történik utána már semmi. Tehát nincs tovább semmi. Előtte se volt semmi, utána sincs semmi. Tehát ez óriási tévedés.
Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez nem tévedés, akkor azt mondanám neki, hogy a bolygó nagyon nagy része. A körülbelül a 7/8-ada úgy gondolja, hogy van élet ez élet előtt az ember számára a lelkének, és van élet ez élet után is a lelkünknek. Ez a 7/8-ad. Tehát nem veszed észre, hogy kisebbségben vagy? Na most, ez az egyik dolog. Másik dolog pedig, hogy azok az emberek, akik ugye úgy gondolják, hogy őket nem érdekli a lelkének az igénye. Tudod, mi a lélek igénye? A fejlődésed. Ehhez képest a legtöbb ember itt a nyugati társadalomban, ahogy korosodik, nem fejlődik, hanem visszafejlődik. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy sajnos hűlnek az emberek. És ez a hűlés, ez, ha észrevetted, felgyorsult. Tehát ez úgy hívják, hogy elhűlés, hát ennyi. És akkor nézed tovább ezt a dolgot, akkor ugye rá kell jönnöd arra, hogyha a léleknek az a feladata ebben az életben, hogy fejlődj, mint te magad, tehát te rólad van szó, hogy fejlődj, és ha ezzel kapcsolatosan nem elég a célod, akkor nem tudod beteljesíteni a küldetésedet. Mert ugye a küldetésben minden egyes embernek három dolog van. Az egyik, hogy tanulj. A második, hogy amit tudsz, az használd. Tehát tedd a dolgodat. A harmadik pedig az, hogy amit tudsz, és már tapasztalatot is gyűjtöttél afelől, akkor tanítsd meg másoknak is. Ebből a szempontból érdekes, mert ugye ez 3T. Tanulj, tedd, taníts. És minden embernek ez a küldetésében benne van, képzeld el. Mindenkinek, kivétel nélkül. Na most, ha ezt tovább nézzük, az abban mi a tanulj, tedd és taníts, hogy mondjuk az a célod, hogy minél hivalkodóbb házad legyen, minél hivalkodóbb lakásod legyen, minél hivalkodóbb egyéb dolgaid legyenek. Abba hogy valósul meg ez a három dolog? Vagy ugye a gyerekeid is minél hivalkodóbbra neveld őket, stb. Stb. Abba is hogy valósul meg? Na most viszont, ha nem valósítod meg a küldetésedet, akkor nem kerülhetsz be az aranykorba, illetve nem haladsz a küldetésed irányába, nem kerülhetsz be az aranykorba. Akkor mi lesz veled? Az lesz veled, hogy készen van egy másik bolygó, ahol kőkorszaki körülmények között elindulhat az ember, és oda inkarnálódsz. Tehát magyarul a te lelked oda költözik bele egy emberi testbe. És akkor ott fogod a reinkarnációs folyamatot tovább vinni. Na most az aranykornak mi a célja? Az aranykornak az a célja, hogy az emberiséget, az embereket, akik bekerülnek az aranykorba, felkészítse egy magasabb rendű létformára, tehát egy magasabb szintű létformára felkészítse. Nyilván ez valakinek gyorsabban fog menni, van akinek lassabban fog menni, de ez a célja. És akkor ez úgy néz ki, hogy mindjárt mutatom.
Jó, tehát úgy néz ki, hogy van 7 lelki szint, az aranykorba akkor tud egy ember bekerülni, ha följut a 6. lelki szintre. Küldetés lelki szintjére. Na most a küldetés lelki szintjén, csak úgy mondanám, nem azért tesz az ember dolgokat, amiért az átlag ember. Hanem amiért tesz, azt kötelességének érzi. Tehát amit tesz, és amiért tesz, az mind kötelesség tudatból csinálja, és kötelesség tudatból teszi a dolgokat. És a beteljesülés feladata az aranykor. Tehát az az időszak, ami alatt az embernek teljes egészében meg kell tanulnia azt, hogy lázadásmentesen, lustálkodásmentesen és etikátlanságtól mentesen képes legyen szeretetben, békében és boldogságban feltétel nélkül együttműködni másokkal. Ha most megválogatod, hogy kivel működsz együtt, akkor megértelek. Mert a bolygón minden 5. ember elnyomó. Sőt, van egy másik adat. A bolygón további 5 emberből 3 ember, további 3 ember rendszeresen elnyomoskodik. Tehát rendszeresen elnyomoskodik. Ők nem elnyomók, csak az elnyomók befolyása alatt állnak. Ekkora elnyomás, ami most van a világban, de én beszéltem olyan emberekkel, akik megélték a Rákosi korszakot. És azt mondták, hogy ott nem volt ekkora elnyomás, mint ami most van. Tehát lényeg az, hogy az elnyomók környezetében egy ember, aki szociális ember, tehát nem, alapvetően nem elnyomó, az az elnyomás hatására elnyomóskodik. És 5-ből 3 ember így működik. És egy az, tehát az 5-ből 1 olyan van, akire nem jellemző az elnyomoskodás. Tehát nem jellemző. Tehát magyarul ritkán csinál ilyet. Tehát 5-ből 1. Na most gondold végig, tehát megértem, hogy most megválogatod azzal, hogy kivel akarsz együttműködni. De a jövőben, az aranykorban nem lesznek elnyomók. Ami azt jelenti, hogy ha most egy olyan életet élsz, hogy hat rád az elnyomók működése, és továbbadod az elnyomást, mert ugye ennek az a lényege, hogy az 5-ből 3 úgy működik, hogy továbbadja az elnyomást. Tehát amikor elnyomást kap, akkor továbbadja. Amikor nem nyomnak el majd az aranykorban, akkor nem lesz mit továbbadni, érted? Akkor továbbadhatod a tapasztalatodat, meg a tudásodat, és nem az elnyomást. Most gondold végig, a bolygón itt van 8 milliárd ember. Annak a 3/5 az fogja és folyamatosan, rendszeresen továbbadja az elnyomást. Ezt szuperul föl lehet most fedezni. Szuperul. Ugye ezeknek a jelenlegi körülményeket figyelembe véve ezeknek a hatása nagyon jól látszik. Tehát ha megnézed, mit jelent az elnyomás, csak hogy tiszta legyen.
Tehát amikor a te, tehát bármikor úgy érzed, hogy a szabadságodat korlátozzák, bárki, akkor az elnyomás. Tehát lényeg az, hogy ez a te érzeted. Világos ez? Tehát amikor egy ember azt érzi, hogy a szabadságát valamilyen formában korlátozzák, akkor az elnyomás. Tehát magyarul, amikor nem azt csinálhatnál, amit szeretnél, nem azt csinálhatod, amit szeretnél, mert valaki ebben vagy valakik ebben korlátoznak, azt úgy hívják, hogy elnyomás. Világos ez? Nyilván természetes dolog, hogy valaki mondjuk bűnözni akar, és nem akarják engedni, hogy bűnözzön, az nem a szabadság jogainak korlátozása, érted? De ő úgy éli meg egyébként. De ez egy, az ilyen ember meg is érdemli egyébként, hogy a szabadság jogait korlátozzák. Tehát én most úgy mondtam neked, hogy mint etikus ember. Tehát nem bűnözni akarsz, hanem élni akarsz, érted? Tehát egyszerűen élni akarsz. És amikor az ember azt érzi, hogy valami olyat tesz valaki, aki idézőjelben a túlélésedet korlátozza vagy akadályozza, érted? Mert az ember élni akar, és ha ezt korlátozzák, azt úgy hívják, hogy elnyomás. Tehát ez mindegy, hogy ki korlátozza, teljesen mindegy. De ezt elnyomásnak nevezzük. Világos ez? Tehát minden olyan dolog, ami a te túlélésedet segíti, tehát elősegíti, és azt korlátozzák bárki, azt úgy hívják, hogy elnyomás. Világos ez? Tehát például az is egy elnyomás, amikor mondjuk megszüntetnek üzletágakat. Világos ez? Egyik pillanatra a másikra. Jó, szóval, ha az ember tudja a küldetését, akkor egy kicsit másként gondolkodhat. Mi ez a másként gondolkodás? Mert akkor elsősorban az a fontos, hogy te szellemileg fejlődj. Másodszorban az a fontos, hogy mindenkit, akit ismersz, az lehetőleg szellemileg fejlődjön. Ha meg olyat ismersz, aki tiltakozik az ellen, hogy szellemileg fejlődjön, akkor azt kerülöd. Ilyen egyszerű. Érted? És elsősorban olyan kommunikációt folytatsz olyan emberekkel, akik azon az úton járnak, mint te. Tehát a szellemi fejlődésüket segítik elő. Világos ez? Csak hogy tiszta legyen ez a kérdés. Na most, a szellemi fejlődésedet senki nem tudja korlátozni. Érted? Tehát azt tudják korlátozni, hogy egy üzletágban ne tudj dolgozni. Azt is tudják korlátozni, hogy mit tudom, 8 óra után nem menj ki az utcára. Sok mindent tudnak korlátozni. De az, hogy szellemileg fejlődj, azt nem tudják. És mondok egy példát, negatív példa, de ezt lehet, hogy sokan ismeritek. Tehát ugye Hitler az börtönbe került, még a hatalom átvétele előtt. Nem tudom, ezt tudjátok-e. Nem tudom, hány évet ült börtönbe. Hát ugye az akkori pucskísérlet miatt, mert előtte csinált egy pucskísérlet, meg akarta dönteni a német állami rendet, és utána börtönbe zárták, évekig ült. És a börtönben képezte magát olyan szintűre, hogy megírta a Mein Kampfot. Érted? És a börtönbe írta meg.
és a börtönbe érte el azt, hogy olyan képességekre tett szert, képzeljétek el, amivel utána a hatalom első számú birtokosa lett Németországban. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudták őt korlátozni, érted? Tehát a fejlődését egy embernek nem tudja korlátozni. Jó, utána, ugye ez egy negatív példa, azt ugye mondtam az imént, de most hirtelen más ebben kapcsolatban nem jutott eszembe itt a közelmúltban, mondjuk az elmúlt 100 évben. Érted? Tehát gondold végig. Tehát az ember, hogyha átalakítja egy kicsit a gondolkodásmódját és a céljait, akkor onnantól kezdve nem számít, hogy milyen jogszabályokat hoznak. Mert az téged nem korlátoz. Mert ugyanis akkor korlátozzák a jogszabályok az embereket, hogyha a céljaikat akadályozzák. Világos ez? De ha neked nincs olyan természetű célod, amit meg akarnak akadályozni, akkor téged nem korlátoznak. Nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát még egyszer, a jelenlegi korlátozó szabályozások, ami a világban vagy Európában vannak, maradjunk Európánál, Európában vannak, azokat az embereket korlátozzák, akiknek ezáltal a céljának az elérése korlátozva van. Érthető ez? Ezáltal nem tudja elérni a célját. Ugye tudjátok, hogy sokan azért oltatták be magukat, mert hát majd akkor utazhatnak. És akkor ugye azt mondják, hogy hát aki meg nem oltatja be magát, az meg nem utazhat. Ugye ezt mondják. És ha valaki nem akar utazni? Mert nem az a célja, akkor mi van? És akkor mi van? Mert sok embernek ez a célja, hogy utazgasson. És akkor, hogy utazgasson, úgy gondolja, hogy ha beoltatja magát, majd utazgathat. Jó, hát azt gondolja ezt. Ő dolga. Szóval a lényeg az, gondold végig, hogy csak azokat korlátoz minden, hogyha azt a célt korlátozza, amit te meg akarsz valósítani. Hát gondolkozz, legyenek olyan céljaid, amit akkor is meg tudsz valósítani, ha bármilyen korlátozó intézkedések vannak. Világos ez? És ez elsősorban szellemi cél, és nem fizikai. Világos? Tehát most gondoljátok végig, a legtöbb ember, ha megkérdeznéd, egyetértene azzal, amit Buddha csinált, hogy feladja az óriási vagyont, feladja a hercegi létet, sőt, kirakja magát az emberek rosszallásának, mert egy csomó rosszallója volt azáltal, hogy ő ott hagyta azt a pozíciót, vagyont, stb. Stb. A családjától, rokonaitól, stb. Ismerősöktől, és elindult a szellemi fejlődés felé, és el is érte ezt. De ezt neki egymagában kellett elérni. És mi van akkor, hogyha a mai világban erre te tudsz segítséget kapni? És ugye nekünk az a dolgunk, hogy segítsük az emberek szellemi fejlődését. Oké? És ezt meg tudjuk valósítani minden további nélkül. És onnantól kezdve, mit számít az, hogy milyen korlátozó rendeletek vannak? Mert nem befolyásolja az embernek a célját, érted? Meg a küldetését. Sőt, még segít is, ha jobban végig gondoljuk. Mivel? Azzal,
hogy pont elveszik az anyagi természetű célokat, és az embereknek gondolkozniuk kell, és aki nem gondolkodik, az így járt. Ennyi. Ha neki egyszerűbb a tepsi, a tepsi bekerülés, hát akkor menjen a tepsibe. Ennyi. Most szó szerint, mert ugye a legtöbbet most már nem is temetik, hanem hamvasztják. De szó szerint tepsi. És ott jól megpirítják őt. Ropogósra. Jó, szóval gondoljuk végig. Tehát gondolkozz, azért van itt benne ez az állomány, hogy gondolkodjunk. És gondolkodj, változtatni kell a saját gondolkodásodon. A célok ne anyagi természetűek legyenek, hanem szellemi, illetve lelki eredetűek. És akkor minden ezt szolgálja, az egész élet, tök jó, én ezt élem. Ez így teljesen jó. Tehát lényeg az, hogy várunk szeretettel a képzéseinken. Egy havi képzés, 30 óra, 19.800 forint. És havi, tehát ez az első hónap. Tehát első hónap. A második hónaptól viszont már csak 9.800 forint, és erre van 35 hónapnyi árgarancia. Tehát, hogy hiába van áremelés, marad neked az ár. Most gondold végig, úgy megcsinálni a képzéseket részedről, hogy 9.800 forint a 30 óra, hát ez akárhogy nézzük, ez 330 forint óránként. Még annyi sincs. Milyen képzést kapsz ennyiért? Semmilyet. Jó, és például most olyan képzésünk van, ami eléggé fontos az ember életében, hogy tudnia kellene. Ráadásul egy olyan, amit még sose tartottam. Legalábbis az elmúlt 10 évben. Előtte tartottam, csak az elmúlt 10 évben nem. Tehát mióta szellemi dolgokkal foglalkozunk, azóta nem tartottam ilyen képzést. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szünet után a képzésünkön találkozunk. Én visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok!